Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kívánok, Citrus Éva vagyok, főhíreink először röviden. Magyarország nem sodródhat bele fegyveres konfliktusba, de segítenie kell azoknak, akik otthonukat hátrahagyva a háború elől menekülnek, erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök egy friss videóban. Az orosz erők körül akarják zárni a Donyec megyei Mariupolt, a stratégiai fontosságú dél-ukrajnai kikötővárosban megszakadt az áramszolgáltatás. Holnap is több órára kisüt a nap, eső nem várható, 10 fok körül alakul a hőmérséklet. Következnek a részletek. Őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát, erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök egy közösségi oldalára feltöltött videóban. Ismét hangsúlyozta, Magyarország nem sodródhat bele egy fegyveres konfliktusba. Úgy fogalmazott, a háborúból ki kell maradnunk, de segítenünk kell azoknak a magyaroknak és ukránoknak, akik a háború elől menekülnek. A kormányfő azt is mondta, ma erősebbek vagyunk, mint korábban, a szövetségeseinkkel közösen pedig képesek vagyunk megőrizni a biztonságunkat. Nem sodródhatunk bele egy fegyveres konfliktusba. Ebből a háborúból ki kell maradnunk. De segítenünk kell azoknak a magyaroknak és ukránoknak, akik otthonukat hátrahagyva
a háború elől menekül. Az elmúlt napokban egy emberként mozdult meg az ország, és segített a bajba jutottakon. Mindenkinek köszönöm. Őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Magyarország támogatja azt a kezdeményezést, amelyet 8 Európai Uniós tagállam indított Ukrajna európai integrációjának elősegítéséért. Észtország, Lettország és Litvánia, valamint Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Szlovénia elnöke azt javasolta, hogy Ukrajna minél előbb kapjon tagjelölti státuszt az EU-tól, és minél előbb kezdődjenek megbeszélések a csatlakozásról. A magyarok pártján állnak, így reagált a Vajdasági Magyar Szövetség arra, hogy Márki-Zay Péter egy interjúban arról beszélt, hogy sok kárpátaljai magyar orosz párti lehet. A VMS leszögezi, háborúban a magyarok pártján állni azt jelenti, hogy nemzettársaik oldalán segítve, befogadva, támogatva őket. Úgy fogalmaznak, a globalista erők figurájának, a baloldal miniszterelnök jelöltjének erről lövése sincs. Mégpedig azért, mert nincs benne érzés, sem emberi, sem nemzeti. A VMS szerint Márki-Zay Péter neki ment a háborúból menekülni kényszerülő, otthonukat, életüket elhagyni kényszerülő magyaroknak, nőknek és gyerekeknek, feleségeknek és anyáknak. Felháborítónak tartja és elítéli a magyarországi ellenzék háború kapcsán folytatott kampányát a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A szervezet elnöksége közleményében sajnálatosnak nevezte, hogy egyes pártok az anyaországi és a határon túli magyarok közötti ellentétek szításával kívánnak szavazatokat gyűjteni a közelgő parlamenti választásokon. A KMKS ismét arra kérte a magyarországi pártokat, illetve politikai szereplőket, hogy ne kezeljék kampány témaként a kárpátaljai magyarságot, s megnyilvánulásaikban legyenek tekintettel az ott élők nehéz helyzetére. Az orosz erők körül akarják zárni a Donyec megyei Mariupolt. A stratégiai fontosságú dél-ukrajnai kikötővárosban megszakadt az áramszolgáltatás. A helyi kormányzó szerint az északabbra fekvő 20 ezer lakosú Volnováha nagy részét már lerombolták. Találat érte a kijevi televíziós tornyot, így megszakadt az adás sugárzása. Egy több mint 60 kilométer hosszú orosz hadioszlop tart az ukrán főváros felé. Részletek Jankó Anitától. Ukrán közlés szerint egy orosz rakéta csapódott be a regionális kormányépület előtt, Harkiv központjában. A detonációtól autók repültek a magasba, és a környéken minden abba küvegbe tört. Hosszú történelme során Harkiv városa még sosem tapasztalt ekkora pusztítást. A lakóházakba csapódó lövedékek ártatlan civileket öltek vagy sebesítettek meg, mondta Harkiv város polgármestere. Sokan úgy látják, küszöbön áll Kijev ostroma. Hírügynökségek egy amerikai cég műholdképeire hivatkozva azt közölték, 60 kilométer hosszú orosz tankokból, páncélozott és tüzérségi járművekből álló katonai menetoszlop tart az ukrán főváros felé. Már 30 kilométerre megközelítették a várost. Az oroszok figyelmeztették Kijev lakosságát, hogy mindenki vonuljon fedezékbe, mert célzott támadásokat fognak indítani a főváros ellen. Kora délután megszólaltak a légvédelmi szirénák, nem sokkal azután pedig rakéta találat érte a város szélén álló kijevi adótornyot. Helyi jelentések szerint ezután az összes téviadás leállt. Kijev polgármestere videóüzenetben arra szólította fel honfitársait, készüljenek fel, az ellenség közel van. Mindenkit arra kérek, hogy őrizze meg a nyugalmát. Ne menjen ki feleslegesen otthonából, vonuljon menedékbe, amikor kell. Míg minden fontos infrastrukturális létesítmény működik. A kiárási tilalom reggel 8 óráig tart, mondta Vitali Klitschko. Az ukrán elnök közben arra szólította fel a világországait, hogy zárják le légterüket az orosz repülőgépek előtt. A főváros állandó veszélyben van. Csak hétfőn 3 rakéta támadást hajtottak végre. A hőerőmű az egyik célpont, az oroszok meg akarják rongálni az erőművet, hogy megszűnjön az áramszolgáltatás a fővárosban, miközben folyamatosan szabotőröket küldenek ránk, mondta Volodymyr Zelenszky hétfő esti beszédében. Közben az ország déli részén erős támadásba indult az orosz hadsereg. A legutóbbi ukrán jelentések szerint gyakorlatilag a teljes Azovi-tenger melletti partszakaszt elfoglalta az orosz haderő. Az elmúlt 6 napban már több mint 660 ezren, többségükben nők és gyerekek menekültek el Ukrajnából valamelyik szomszédos országba, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága.
A szervezet szóvivője úgy fogalmazott, ha a menekültek áramlása ilyen tempóban folytatódik, akkor a 21. század legnagyobb európai menekültválságára kell felkészülni. Ezért arra kérik az országokat, hogy továbbra is fogadjanak be mindenkit, aki Ukrajnából érkezik. Csak nem 10 000-en érkeztek Ukrajnából Magyarországra az elmúlt 24 órában. Akik igénylik, azokat ideiglenes menedékhelyekre és segítségpontokra viszik, ahol az ellátásukról is gondolkodnak, közölte a rendőrség. Hozzátették, a határ magyar oldalán nincs torlódás, folyamatos a beléptetés. Segítségpontokon is várják az Ukrajnából menekülteket, hívta fel a figyelmet a kormány közösségi oldalán a kormány szóvivő. Szentkirályi Alexandra azt mondta, együtt dolgoznak a karitatív szervezetek, önkéntesek és az önkormányzat emberei is a rendőrséggel megerősítve. Hozzátette, a bajba jutottak, melegételt, italt kaphatnak és az ügyintézésben is segítséget kapnak. Egy ország fogott össze ebben a helyzetben. Ennek nagyon sok kézzelfogható jele volt már az elmúlt időszakban is. Elindult például a Híd Kárpátaljáért összefogás, amihez tartozik egy 1357-es telefonszám és egy számlaszám is többek között, ahol már eddig is 100 millió forintos nagyságrendben érkeztek felajánlások. Óriási verseny előnyt jelent, ha egy ország gyors döntéseket tud hozni. Ehhez azonban politikai stabilitás kell, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági évnyitó ülésén kiemelte, hogy most 2 éven belül másodszor bomlik meg és rendeződik át a világgazdaság. Parag László, a kamara elnöke pedig arról beszélt, hogy nagyon sok olyan vállalkozás van, amely közvetlenül érintett az orosz-ukrán konfliktus miatt. Gál Márk összefoglalója. Egyelőre egy feltérképezésre zajlik annak, hogy hol milyen károk keletkeztek és fognak keletkezni, különösen a szankciók miatt. A jelenlegi orosz-ukrán háború utáni kármentésre hívta fel a figyelmet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László szerint óhatatlanul komoly hatások érik a magyar és a szomszédos országok gazdaságát. Ez érinti az exportot, de az importot is. Valamint a magyar vállalatok ukrajnai tulajdona is veszélyben lehet, tette hozzá. Át kell tekintenünk a különböző bankjainkat, pénzügyi szolgáltatóinkat, át kell tekintenünk az exportunkat, az importunkat, az import által érintett cégekre való hatást, ezeknek a cégeknek a várható nehézségeit, illetve azt a vagyonhalmazt, amit akár közvetlenül is a magyar vállalkozások egy része elveszíthet ezeken a területeken, ezeken a piacokon. Az orosz-ukrán konfliktus és a koronavírus járvány miatt már másodszor változik meg a világgazdaság szerkezete. Erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a járvány okozta gazdasági válsággal szemben Magyarországon a beruházások jelentették a leghatékonyabb eszközt. A magyar válságkezelést egy mondatban kellene összefoglalni, tehát akkor azt tudom mondani önöknek, hogy a vírussal szemben az oltás, a világgazdasági válsággal szemben pedig a beruházások jelentették a leghatékonyabb eszközt. És azzal, hogy gyorsan tudtunk oltani, 2 hónappal korábban tudtunk nyitni, ezzel pedig megalapoztuk azt, hogy a tavalyi esztendőben tripla rekordot dönthetett a magyar gazdaság. Beruházások, a foglalkoztatás és az export tekintetében. A miniszter elmondta azt is, hogy a következő években a magyar gazdaság dimenzióváltásához arra van szükség, hogy a magyar vállalatok erősödjenek és külföldi piacokra is bejussanak, amihez az állam vissza nem térítendő támogatást nyújt a jövőben. Időjárás jelentés. A fagyos éjszaka után holnap is több órára kisüt a nap, de a Dunától keletre többször befelhősödhet az ég. Eső nem várható, de a Tisza vonalában hózápor kialakulhat. A szél a nyugati megyékben és a Tiszántúlon megélénkül. Éjszaka -8, -2, napközben 5-10 fok közötti hőmérséklet valószínű. A következő napokban is marad a hideg idő, sok napsütéssel, jelentős csapadék nélkül. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is. Köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották. Viszont hallásra! Műsor ajánlott. A csoport éléről várja a folytatást a magyar női kézilabda válogatott az Európa-bajnoki selejtező sorozatban. A mieinkkel azonos pontszámmal álló, a legutóbbi világbajnokságon elődöntős spanyolok lesznek az ellenfelek Tatabányán. Magyarország, Spanyolország női kézilabda mérkőzés élő közvetítése holnap este 6 órától a Kossuth Rádióban.
Rendkívüli jónak lenni jó. Magyarország összefog. A közmédia adományozása és segítségnyújtása kéri nézőit és hallgatóit a Kárpátalján élő magyarok és a háború elől menekülők számára. A Duna TV naponta jelentkező élő adásban mutatja be azokat a felajánlásokat, amelyek segítséget nyújtanak a rászorulóknak. Éljük át együtt az összefogás és a jóság csodáját, és segítsünk, mert mindannyian tudjuk, jónak lenni jó. Magyarország összefog. Hétköznap 20 óra 45 perckor, szombaton 21 óra 50 perckor, vasárnap 21 óra 20 perckor. A Dunán. Esti mese. Kedves gyerekek, Hannu Mekela, Ó úr kalandjai című meseregényéből Végvári Tamás olvas fel.